Laudétur Jézus Krisztus! In aeternum amen. Ismét nagy szeretettel köszöntjük a Bonum TV nézőit 2015 első napján, Szűz Mária ünnepén, ami Magyarországon parancsolt ünnep. 10 órától Ferenc pápa hálaadó szentmiséjét közvetítettük a Szent Péter Bazilikából. Most pedig várjuk a Szent Atyát innen a Szent Péter téről, illetve Tőzsé Rendre piarista atyával, mi innen Budapestről, a Bonum TV stúdiójából, hogy együtt imádkozhassuk el az úrangyala imádságot. Köszönjük, hogy velünk tartanak ez alkalommal is, ahogy tették ezt 2014-ben, és bízunk benne, hogy teszik ezt majd 2015-ben is. Köszönjük, hogy követik adásunkat, nem csak szemmel, de észrevételekkel is, hogy a közönségszolgálatunkon nap mint nap fogadhatjuk az Önök hívásait. Köszönjük szépen, hogy támogatják a televíziót, hogy imádkoznak értünk, hogy ebben a szolgálatban kitartsunk, és minden nap tudjuk végezni azt a missziót, amit a Bonum Televízió kitűzött maga elé, hogy minél több családhoz, minél több háztartásba eljuttathassa az örömhírt. Ehhez természetesen kell az a baráti közösség, amely a Bonum TV nézőiből áll. Az Önök imái és támogatása elengedhetetlen, hiszen a televízió adományokból tartja fönn magát, így volt ez 2014-ben, és így lesz ez 2015-ben is. Éppen ezért indítottuk el 2014 nyarán a Bonum TV katolikus média missziójának adományvonalát, amely az Invitel és a UPC hálózatából már hívható. Egy hívással 500 forinttal tudják támogatni a televíziót. Ez a telefonszám pedig a 13690-es. Ezt, hogyha havonta csak egy alkalommal is hívják, az nagyon nagy segítség a televíziónak, hozzájárulnak ezzel a csatorna fejlődéséhez, és ahhoz, hogy például ilyen közvetítéseket lehetővé tudjunk tenni, hogy együtt imádkozhassunk Ferenc pápával, hogy követhessük őt például apostoli útjaira, ahogy tesszük majd ezt január 12-től 19-éig Sri Lankára és a Fülöp-szigetekre. Most pedig már el is húzták a függönyt. 60 évvel ezelőtt húzták el ezt a függönyt először, akkor lett először nyilvános az Angelus. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buon anno. Kedves fivéreim és nővéreim, jó napot kívánok. In questo primo giorno dell'anno, nel clima gioioso, anche freddo, del Natale, az év első napján, la Chiesa ci invita a karácsony ünnepi hangulatában, bár hidegben, az egyház arra hív minket, hogy hittel és szeretettel fordítsuk tekintetünket Jézus édesanyjára. Ő benne, ebben az egyszerű názareti asszonyban az ige testélet eljött, hogy közöttünk lakjon. Ezért elválaszthatatlan Jézus szemlélése, aki az élet látható, aki az élet láthatóvá és érinthetővé lett igéje, Mária szemlélésétől, aki az ő emberi szeretetét és emberi testét adta neki. A mai liturgiában Pál apostol szavait halljuk, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Ez az asszonytól született mondat kifejezi a lényeget, és ezáltal még erőteljesebben kiemeli Isten fiának valódi emberségét. Ahogyan az egyik egyházatya Szent Atanáz mondja, üdvözítünk valóban ember volt, és ezért nyer üdvösséget az egész emberiség. Szent Pál azt is hozzáteszi, a törvénynek alávetve született. Ezzel a kifejezéssel hangsúlyozza, hogy Krisztus felvette az emberi létállapotot, és megszabadította a zárt törvényszemléletű gondolkodásmódtól. A törvény ugyanis kegyelem nélkül elviselhetetlen teherré válik, és ahelyett, hogy javunkat szolgálná, árt nekünk.
Il sabato è stato fatto per l'uomo. Jézus azt mondta, l'uomo, hogy a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Dio manda il suo figlio sulla terra a farsi uomo. Láthatjuk tehát azt a célt, amely véget Isten elküldi a fiát a földre, hogy emberként éljen. Ez a cél pedig a felszabadítás, sőt az újjászülés, újjászületés. Felszabadítás, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából. Ez a felszabadítás pedig Krisztus kereszt halálával valósult meg. Mindenek előtt azonban újjászületés, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Krisztusba tagozódva az emberek valóságosan Isten fiaivá válnak. Ez a csodás átalakulás a keresztség által megy végbe bennünk, amely Krisztus élő tagjaivá tesz minket, és bevezet minket egyházának tagjai sorába. Ci fa bene ricordare il giorno del nostro battesimo. Az új év kezdetén érdemes felidéznünk megkeresztelkedésünk napját. Fedezzük fel, mi nagy ajándékot kaptunk abban a szentségben, amely új életre, az isteni életre szült minket. És ez az anya egyházon keresztül valósult meg, amelynek az anya Mária a példaképe. Nella comunione con Dio. A keresztségnek köszönhetően beavatást nyertünk az Istennel való közösségbe, már nem vagyunk többi a gonosz és a bűn hatalma alatt, hanem megkapjuk a mennyei atya szeretetét, gyengétségét és irgalmát. Ismét kérdezlek benneteket, ki az, aki emlékezik közületek megkeresztelkedésének napjára? Ki az, aki emlékezik a dátumára? Ki az közületek? Jelentkezzetek. Na, azért látom, elég sokan vannak, de azért nem elegen. Akik viszont nem emlékeznek, azoknak adok egy házi feladatot. Nézzetek utána ennek a dátumnak, és jegyezzétek meg jól a szívetekben. Anche chiedere l'aiuto dei genitori. Természetesen megkérdezhetjétek a szüleiteket, vagy a keresztszülőtöket, vagy a nagynénit, nagybácsit, vagy a... Kérdezzétek meg, melyik az a nap, amikor engem megkereszteltek? Ez a engem. Ez egy ünnep. Tegyétek meg, csináljátok meg ezt a házi feladatot, meglátjátok, nagyon jó tesznek. Questa prossimità di Dio alla nostra esistenza ci dona la vera pace. Istennek ez a létünkhöz való közelsége adja meg az igazi békét. Il dono divino, a békét, azt az isteni ajándékot, amelyet ma különösképpen is kérünk Istentől. A béke világnapja van. La pace è sempre possibile. Azt olvasom ott azon a transzparensen. A béke mindig lehetséges. Ott pedig preghiera alla radice della pace. Azt olvasom, az imádság a béke gyökere. A béke mindig lehetséges. Tehát a mi imádságunk a béke gyökere. A mi imádságunk virágoztatja ki a békét. Non più schiavi ma fratelli, ecco il messaggio di questa giornata. A béke világnapjára írt üzenet címe már nem szolgák, hanem testvérek. A háború mindig szolgává tesz minket. Ez az üzenet mindnyájunkra vonatkozik. Mindnyájunknak feladata, hogy küzdjünk a szolgasság minden formája ellen, és építsük a testvériséget. Mindannyiunknak feladata, mindenkinek a saját felelősségi köre szerint. Jól emlékezzetek, a béke lehetséges. És a béke gyökere mindig az ima. Imádkozzunk a békéért. Anche ci sono quelle belle scuole di pace, scuole per la pace. Dobbiamo andare avanti con questa educazione per la pace.
még akkor is, hogyha vannak jó iskolák, amelyek a békére nevelnek, továbbra is haladnunk kell ezen az úton, a békére való nevelés útján. Forduljunk Máriához, Isten anyjához és a mi anyánkhoz, és vigyük eléje a mi jó szándékainkat, jó elhatározásainkat. Kérjük tőle, hogy, hogy az új évnek minden napján terítse fölénk az ő védelmező köpenyét. Ó Isten anyja! Nevesd meg könyörgéseinket, akik megpróbáltatások közt élünk, és védj meg minket minden veszélytől. Ó, dicsőséges és áldott Szűz! Hívjuk így Szűz Máriát, ó Isten anyja, ahogyan Efezus lakosai hívták a kereszténység első századaiban. Az ottani lakosok a bejárat két oldalán ezt kiáltották a püspököknek. Szent Isten, Szent Anyja, kiáltsuk mi is jó hangosan háromszor. Isten, Szent Anyja, Isten, Szent Anyja, Isten, Szent Anyja. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. És ő méhébe fogadná Szent Lélektől, Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Íme az Úr szolgáló leánya. Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. És az ige testélőn. És mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Imádkozzál érettünk, Isten Szent Anyja. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat a megholt híveknek, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében. Amen. Áldott legyen az Úr neve. Most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében. Aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Cari fratelli e sorelle, kedves fivéreim és nővéreim, rivolgo a tutti voi qui presente il mio cordiale saluto, mindnyájatokat, akik itt jelen vagytok, szívből köszöntelek, saluto és kívánok boldog, terős új évet. Különösképpen üdvözlöm a skandináv országokból és Szlovákiából érkezett zarándokokat, azután Azola, Castiglione delle Stiviere, Saccolongo, Sotto il Monte Bonate Sotto és Benevento híveit, valamint Andrea és Castelnuovo del Garda fiataljait. Szívből köszöntöm a Stenzinger
nevű énekeseket, akik a Fuldai Egyház megyéből, Németországból érkeztek. Köszönöm mindenkinek, aki a Stanzingerhez tartozik Németországban, Ausztriában és Svájcban, azért a áldozatos munkáért, hogy napról házról házra jártok és hirdettek az Úr születését, és az szenvedő, nélkülöző gyerekeknek gyűjtöttök felajánlásokat. Provaj nachten und ein gutes neues Jahr. Boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok. Azután különösképpen gondolok mindazokra, akik a különböző egyházmegyékben, szerte a világon részt vesznek a különböző alkalmakon, ima alkalmakon a békért, az békért imádkoznak. Különösképpen megemlékezem arról a nemzeti menetről, amely tegnap volt Vicenzában. Maria Dolens. Most pedig egyenes adásban kapcsolatban vagyunk Roveretoval, ahol ott van a Maria Dolensnek nevezett harang, amelyet mindazok tiszteletére készítettek, akik háborúkban elhunytak, és ezt a harangot hatodik Pál, boldog hatodik Pál szentelt meg 1965-ben. Nem sokára majd halljuk ennek a harangnak a hangjait. Kérlek benneteket, tegyünk meg mindent, hogy soha többet ne legyen háború, és mindenki a békét kívánja, azért munkálkodjon, és a testvériséget a népek között. Boldog új évet kívánok mindnyájatoknak, legyen ez a béke éve az Úr gyöngét karjában, és Mária anyai védelme alatt, aki Isten anyja és a mi anyánk. És köszöntöm a mexikóiakat, látom, nagyon sok mexikói van itt. Boldog új évet kívánok nektek, és kérlek benneteket, ne feledkezzetek el, hogy továbbra is imádkozzatok értem. Jó étvágyat kívánok, a viszontlátásra! Most tehát Trentinóból, Roveretéból egyenes adásban látjuk a Maria Dolens nevű hatalmas harangnak a kongó hangjait. Mindazok tiszteletére szól, akik háborúkban életüket vesztették. A Szent Atya azt kérte, legyen ez felhívás mindannyiunk számára, hogy a békéért munkálkodjunk. Hát munkálkodjunk együtt a békéért, és ne felejtsünk el imádkozni a Szent Atyáért, a Szent Atya szándékára, és így a megszentelt élet évében papi és szerzetesi hivatásokért is, és ne felejtsenek el imádkozni a Bonum televízióért is, hogy tovább folytathassuk ezt a missziós tevékenységet, amit végzünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak ezen a napon is, hogy együtt kezdhettük 2015-öt. Tartsanak velünk a továbbiakban is, minden hétköznap 18 óra 45 perckor jön a Bonum hírek, a legfrissebb hírekkel a világból, Vatikánból, a Magyar Egyházból. Ne felejtsenek el imádkozni értünk, és kérjük, hogy támogassák a televíziót, hívják a közönségszolgálatot, vagy hívják az adományvonalunkat a 13690-es telefonszámon. Egy hívással 500 forinttal tudják támogatni ezt a katolikus missziót. Tartsanak velünk, legközelebb vasárnap jelentkezünk innen a Szentpétertérről, akkor Ferenc pápa úrangyala imádságával. Laudétur Jézus Krisztus. In aeternum amen.